Jó estét kívánok, ez a 35 perc a Kölcsey Televízió közéleti műsora. Véget értek az idei írásbeli érettségi vizsgák. A megyei tapasztalatokról is szó esik a műsorban, előtte azonban nézzük a teljes kínálatot. Rendőrségi beszámoló. Egyhangulag fogadták el a megyei képviselők. Fejlesztések, értékelések. Megtartotta rendes ülését a megyei közgyűlés. Írásbeli érettségi. Probléma nélkül zajlottak idén a vizsgák. Nőtt a bűncselekmények száma, de egyben nőtt a nyomozati eredményesség is 2021-ben a megyei rendőrfőkapitányság területén. Hogyan értékeli az elmúlt évet a megyei parancsnok, vendégünk Farkas József dandártábornok, megyei rendőrfőkapitány. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Hogyan alakultak ezek a számok? Valóban az elmúlt év az egy rendhagyó év volt. Nagyon sok körülmény játszott abban, hogy végül is 6,1%-kal, pontosan 650 bűncselekménnyel nőtt a szám. Rendhagyó év volt, mert én azt gondolom, a COVID-19 világjárvány itt is éreztette a hatását. Nőtt a testi sértések száma. Talán az emberek többet voltak összezárva, inkább frusztráltabbak voltak. Érzékelhető az agresszió. Igen, ez egyértelműen. Nőtt az online csalások száma, többet tartózkodtak otthon, a rengeteg megrendelést gépen keresztül továbbították, és a csalók is erre ráéreztek. Illetve nőttek olyan okirati jellegű bűncselekmények, amelyek a határon kerültek felfedésre, hamis munkáltató igazolásokkal próbáltak be átutazni Magyarországon, és ez hozta összességében ezt a növekedést. Ezek azok a teljesen újszerű dolgok, amik korábban egyáltalán nem is léteztek rendeleti szinten sem. Milyen tendenciát tört meg ez az idej, ez a 2021-es év? Gyakorlatilag ez a 6,1%-os növekedés egy folyamatos csökkenést tört meg, hiszen ne felejtsük el, 2012-ben még 21 ezer fölött volt az ismerté vált bűncselekmények száma, ahhoz képest, 2012-höz képest 54%-kal kevesebb bűncselekményt regisztráltunk. De most is szerintem összességében vagy csökkenés, vagy esetleg stagnálás lett volna, hiszen ne felejtsük el, a legnagyobb deliktum a lopások száma 6,6%-kal csökkent, a lakásbetörések száma 8,5%-kal, tehát nagyon kedvező tapasztalatok vannak. A rablások száma nem emelkedett, hanem 23, egy nagyon alacsony számmal sikerült, és gyakorlatilag az eredményességi mutató is közel 100%-os. Összességében a nyomozati eredményességünk pedig 82,9%. Én azt gondolom, ez ebben a régióban egy nagyon jó teljesítmény. Hogyan alakultak a kiemelt bűncselekmények egyrészt számban, másrészt pedig felderítettségben? Tehát 14 kiemelt bűncselekmény van. A kiemelt bűncselekmények szerény mértékben 1,4%-kal csökkent. De emelkedett szintén a kiemelt bűncselekményeknek is a nyomozati eredményessége. Ezek a legmarkánsabb bűncselekmények, a rablás, kifosztás, emberölés, testi sértések, ahol azt gondolom, hogy jó eredményeket tudtunk elérni. És hát nem felejtsük el, a nyomozás eredményességben több mint 8%-kal az országos átlag fölött vagyunk. És mint ahogy említettem, Szabolcs megye nem a könnyű pályák közé tartozik. A bűncselekmények száma tekintetében hanyadik helyen szerepelünk? Az országos rangsorban még ott vagyunk mindig az 5.-6. helyen, tehát a lakosság, a 100 000 főre jutó lakosságok, vagy a lakossági adatoknál még mindig elég magas a szám. Van-e olyan bűncselekmény típus, ahol 100%-os a felderítettség? Természetesen, például az emberölés, mondanom sem kell, nagyon markáns bűncselekmény, de ahogy említettem, például a rablásoknál is 95% fölött van, ez mindenképpen nagyon jó arány. Milyennek értékeli a bűnmegelőzési tevékenységet? Hát legolcsóbb azt gondolom megelőzni a bűncselekményeket. Nagyon szertágazó, több korosztályt megcélzó, fiatalokat megcélzó programjaink vannak, időseket megcélzó programok, amik szerintem közrejátszottak az is, hogy abban is, hogy ezeket a bűncselekményeket nagyrészt sikerült megelőznünk. Természetesen egy olyan munka, amiben mindig meg kell fiatalodni, meg kell újulni, de a megyei főkapitányságon is, a bűnmegelőzési osztály, illetve a városi kapitányságon teszik a kollégák a dolgokat. Ebben egy külön speciális terület az internetes kiberbűnözés. Mennyire tudja a rendőrség felvenni a versenyt a bűnözőkkel e tekintetben? Igyekszünk fölvenni a versenyt, sőt a nagyon markáns ilyen jellegű cselekményeknél a Nemzeti Nyomozóiradával, a Kézenyte Rendőrség Nemzeti Nyomozóiradával szoros kapcsolatot tartunk fenn. Azt gondolom, hogy szükségünk van tapasztalt jó nyomozókra, és olyan fiatal tehetségekre is, akik ebbe jobban bele tudják magukat ásni. Ez egy teljesen más terület, ez egy olyan terület, amiben fejlődünk kell még. Mondhatjuk azt, hogy olyan változások történtek most itt akár a két éves COVID hatására is, amiben hosszú távon is számolnia kell a rendőrségnek, tehát hogy átalakulóban vannak a bűncselekmények
minősége, típusa is. Hát én azt mondom, hogy nagyon nagy változás nincs. A bűnözés szerkezete persze mindig változik, de ahogy mondtam, a legtöbb bűncselekmény azért alapvetően a lopásokhoz kötődik. Szerencsére a kisebb értékű lopások a dominánsak, a nagyobb betörések, sorozatjellegű cselekmények elkerülték megyénket. Számolni kell persze utazó bűnözőkkel, vagy akik más megyéből jönnek hozzánk, de az elmúlt évben is nagyon szép felderítési sorozat volt, amikor például telephelyek sérelmére követtek el sok milliós betörés, szívós, titkos információgyűjtő tevékenységgel segítve, szívós munkával tudtuk felderíteni az elkövetőket és előzetes letartóztatásba helyezni. Mindemellett azt gondolom, hogy egyre nagyobb jelentősége lesz az egészen fiatal gyerekek felvilágosításának is, hiszen azzal, hogy minden gyereknek ott van a kezében egy mini kis számítógép a világhálóval, nagyon nagy veszélye van annak, hogy ők maguk veszélybe kerülnek, vagy elkövetnek olyan cselekményeket interneten, ami akár bűncselekménynek számít, csak ők nem tudják, hogy ez az. Én azt gondolom, hogy az iskolákban is kellő erővel vagyunk ott, természetesen egy fiatal korosztály, akik egészen másként reagálnak ezekre a dolgokra. Igen, valóban érdekünk, hogy ne legyenek elkövetők, de lehetőleg ők se váljanak áldozattá. Azért ebben azt gondolom, az iskolarendőröknek szerepük van, akik szintén rengeteg osztályfőnök urát felvilágosítást tartanak. Hónap nem múlik el úgy, hogy valamelyik intézményről ne kapnék segítségkérésre levelet, hogy tartsunk előadásokat, figyelemfelhívásokat. Próbáljuk meggátolni azt, hogy ne legyenek se áldozatok, se ők ne kövessenek el ilyen cselekményt. Beszéljünk egy kicsit a közlekedésről, a közlekedési szabálysértésekről, vagy akár bűncselekményekről. Ebben hol tart a megye? A személyisérléses közlekedési baleseteknek a száma az elmúlt évben csökkent. Sajnos azonban a megyénk útjai még mindig halnak meg emberek. Ugye a törekvés az lenne, hogy minél kevesebben haljanak meg. Való igaz, hogy a tavalyi esztendőben kettővel kevesebben haltak meg. 21 halálos balesetben összesen 23-an haltak meg, de ez pontosan 23-mal több. Valamennyi kategóriában sikerült elérnünk csökkenést, a könnyű sérülésekben, a súlyosban és a halálosban is. De igyekszünk megtenni mindent annak érdekében, hogy a közlekedési morál javuljon. Ennek érdekében célzott ellenőrzéseket hajtunk végre, drónokat is alkalmaztunk, megállításos ellenőrzéseket. Egy területen azonban nem tudtunk eredményt elérni, az ittas járművezetésnél. Arányaiban még mindig csökkent az előző évhez képest, tehát 2020-hoz képest, de még mindig nagyon magas. Torony magasan elsők vagyunk a megyék között. Ezek a számok, ez a tavalyi év értékelés milyen teendőket mutat előre erre az évre? Hát ez az év egy szintén egy sajátos év, mondanom sem kell, hiszen 74. napja tart a ukrán menekült válság, illetve az ottani konfliktus. A munkatársam egy teljesen új kihívással találták szemben magukat. A megyei közgyűlési beszámolónál is szóba került ez a téma természetesen. Nos, kellő időben úgy gondolom, hogy rákészültünk. Így tudtuk azt elérni, hogy kisebb-nagyobb zökkenőkkel, de sikeresen vettük az akadályt. Az elmúlt időszakban, és erre az évre egyelőre ez biztos, hogy feladat is lesz, hiszen most is folyamatosan dolgozunk rajta, ukrán viszonylatban idáig mintegy 560 ezeren jöttek át. Román viszonylatban is 380, de hogyha csak azt nézzük, hogy kimondott a háború elmenekültek száma, az biztosan meghaladta már a 600 ezeret. Ez egy teljesen új jellegű kihívás volt ezeknek a személyeknek a lekezelése, hiszen nagyon sokan papírok nélkül, mindennemű dolog nélkül jöttek, és azt gondolom a civil szervezetekkel, az önkormányzatokkal, az egyházakkal példaszerű volt az összefogás, hogy a rendőri, rendészeti, határrendészeti rész és a civil szféra oda tette magát, hogy a menekülteket el tudtuk látni, hogy tudunk nekik segíteni. Főkapitány úr, köszönjük szépen, hogy befáradt, és mindezeket elmondta nekünk, és kitartást és jó erőt, egészséget kívánok. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy itt lehettem. A rendőrségi beszámoló csak egy előterjesztés volt a megyei közgyűlés múlt csütörtöki ülésén. Fejlesztésekről és pénzügyi kérdésekről is tanácskoztak a képviselők. Erről láthatnak most egy hosszabb bejátszást. Kidőlt fákat kerülgettek az autósok tavaly augusztus elején Nyíregyházán. Hatalmas vihar csapott le a megyére, több helyen a házak teteje is megsérült a szélben. Rengeteg munkát adott a katasztrófavédelem munkatársainak a nyári vihar megyeszerte. Filip Sándor, Vásárosnamény polgármestere, a Gergely-ugornyai Tiszaparton történteket idézte fel. Augusztus 1-én és augusztus 8-án két nagyon komoly vihar érte a térségünket.
és így az üdülővezetet, és nem csak Gergely-Gornyát, hanem gyakorlatilag a Tisza mentén több területet is, és egy nagyon komoly dologra szeretném felhívni a figyelmet, amire az önkormányzatoknak nincsen forrásuk. Ugye az ember birtokba vette a Tiszapartot, a nyaralókat megépítette 30-40-50 évvel ezelőtt, akkor még aprócska fák voltak, most pedig már azt látjuk, hogy ezek a fák óriásán nőttek, és csak a szerencsének köszönhető, hogy augusztus 1-én és augusztus 8-án emberi életben nem esett kár, ugyanis vasárnap délután szakadt ránk a vihar, nem szombat délután, amikor is százak, mondhatnánk ezrek vannak Gergely-Gornyán, Tivadaron és az egyéb tiszaparti szórakozó helyeken. Erre figyelnünk kell, mi fölmérettük 3-4 évvel ezelőtt, hogy mégis milyen nagyságrendű forrás szükségeltetik ahhoz, hogy ezt a helyzetet meg tudjuk szüntetni. Mintegy 120-130 millió forintos nagyságrendben kellene forrás szereznünk ahhoz, hogy az életveszélyt meg tudjuk szüntetni. Szörnyű volt látni augusztus 1-én délután, amikor ugye a katasztrófavédelem szakemberei, a tűzoltóink és az önkénteseink elkezdték a kármentesítést, nyaralók szakadtak össze a fák súlya alatt, dőltek meg, vezetékek szakadtak le. Tragikus volt a helyzet, szó szerint bár most már tudjuk mi azt, hogy háborús helyzet, de mi ezt már akkor annak éreztük. Én köszönöm mindenkinek az ez irányban végzett munkáját, egyben kérném azt, hogy együtt találjuk meg a forrást erre, mert az ördög nem alszik, ahogy szoktuk mondani, a Tisza olyan, mint a medve, nem játék, a vihar pedig ennél is csak erősebb tud lenni. Lipők Sándor, a Fidesz-KDNP frakcióvezetője a rendőrségi beszámoló kapcsán azt mondta, képesek voltak megfelelni az elvárásoknak. A közgyűlés hát elég hosszúra sikeredett. Ez azért is van, mert három beszámolót is meghallgattunk. Itt a rendőrség, a rendvédelmi szervek tekintetében volt egy beszámolónk, a katasztrófavédelem és a büntetés végrehajtás megyei intézményei számoltak benn. Nagyon tartalmas, értékes anyag készült, amelyet a közgyűlés meg tudott tárgyalni. Nagyon szépen szemléltette azokat a mutató számokat, szép szlájdok voltak. A főkapitány úr is, igazgató úr is, igazgatórak is kiegészítették az anyagot, sőt szlájdok is kerültek bemutatásra. A statisztikák szerint a közrendés, a közbiztonság Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében nagyon jónak mutatható, nagyon jónak mondható. Javult a felderítettségi mutató is az előző évhez képest. Én úgy érzem, hogy a közrendés, a közbiztonság annak ellenére, hogy a szomszédban háború folyik, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében jónak mondható, és javult 2020-ról 2021-re, a 2022-es esztendőt pedig jövőre fogjuk majd megtárgyalni. Markolóval szedték ki az összegyűjtött szemetet a Tiszából Vásárosnaménynál idén januárban. Folyamatosan hozza a folyó a hulladékot a szomszédos országokból. Adolján Béla, a Jobbik Momentum frakcióvezetője arról számol be a testületi ülésen, hogy megbeszélést kezdeményezett a Külgazdaság és Külügyminisztériummal annak érdekében, hogy csökkentsék az Ukrajnából és Romániából a folyókon érkező szennyezés mértékét. Államtitkár helyettesi szinten sikerült egy igen komoly megbeszélést folytatnunk, ami számomra sokkal kimerítőbb volt a végére, mint ahogy én azt reméltem a legszebb álmaimba. Tulajdonképpen a hosszú évtizedek óta tartó Románia és Ukrajna felől érkező szilárd kommunális hulladék érkezése a folyóinkon, illetve a biológiai és kémiai szennyezések ügyében sikerült eljutnunk odáig, hogy egy nagyon komoly megbeszélésen vettünk részt a Külügyminisztériumban. Ennek a megbeszélésnek a lényegi értelme az tulajdonképpen az lett, hogy a felek számára kiderült, hogy miért enerválódott ez a probléma a magyar részről ilyen sokáig, mégpedig az az információ áramlás egyirányúságának köszönhető, mert hogy a Külügyminisztérium határozottan azt az utat próbálta megjárni, hogy Románia és Ukrajna felől kér be adatokat, ami aztán kiderült, hogy bizonyítékokkal tudtunk szolgálni, hogy nem voltak helytállóak a két féltől érkezett adatok. Arról nem beszélve, hogy a tárgyalás során az is kiderült, hogy a román fél valóban elkezdett beruházásokat a saját folyószakaszán. Ugyanakkor véleményem szerint szakmai szemmel nézve ettől rosszabb megoldást már nem is választhattak volna, mint hogy az uszadékot akarják leszedni a folyóról, amit egyébként ők raknak bele. Határozottan egyetértettünk abba a Külügyminisztériummal, hogy az egyetlen megoldási módja annak, hogy a folyóink ne legyenek kommunális hulladékkal szennyezve, ha a kommunális hulladékot nem hordják be az adott települések a folyók vízgyűjtő területének hullámtereibe. Veres János, szocialista képviselő azt kifogásolta, hogy bizonyos fejlesztési pályázatoknál eddig a testület egyes tagjai nem ismerhették meg teljes körűen az adott kiírást. Javaslatát a közgyűlés elnöke befogadta.
A közgyűlés nem minden tagja tartotta az elmúlt 5 évben megfelelőképpen informáltnak magát ezekben a döntési ügyekben. Azaz a területi operatív program pályázatairól nem rendelkeztünk megfelelő információval. Többen a közgyűlés tagjai közül mi nem is vettünk részt ezért ebben a döntéshozatalban, mert úgy ítéltük meg, hogy az nem jó döntés, amikor nem ismerhetjük meg a pályázatot, nem ismerhetjük meg, hogy a pályázatról készült-e bírálat, és a bírálat vajon milyennek ítélte meg a pályázatot. És ezért mi kimaradtunk a döntésekből tudatosan, hiszen szerintünk ez nem jó eljárás. Ráadásul a következő időszakra, tehát a TOP plusz következő 7 éves pályázat időszakára is fogadott a közgyűlés idén februárban egy olyan döntést, ami alapján egyrészt valamennyi pályázatot minősíteni fognak, tehát lesz értékelője a pályázatnak, és a közgyűlés tagjai mind a pályázatokat, mind pedig az értékelést megismerhetik a döntéshozatalt megelőzően. Én azt gondolom, ez egy érdemi előrelépés a tekintetben, hogy egy nyílt, kontrollált pályázati rendszerben dőljenek el ezek a források. Ugye nem kevés pénzről van szó, hiszen 100 milliárd forint 7 év alatt, amit ilyen módon használhatunk fel Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, és én nagyon fontosnak tartom azt, hogy ennek a elbírálás során ismerhessék meg a megyei közgyűlés tagjai, mint akik erről szavaznak, hogy pontosan ki mire pályázott, és azt milyen minőségi pályázattal próbált elnyerni ezt a forrást. Azaz a bírálat tartalma is megismertő lesz, nem csak a pályázat maga a közgyűlés tagjai számára a jövőben. A testület elnöke az ülés végén arról beszélt, hogy fontosnak és jelzésértékűnek tartja, hogy a képviselők egyhangulag támogatták a beszámolókat. A közgyűlés a beszámoló közgyűlése volt, tájékoztatókat hallgattunk meg, illetve beszámolót megyei rendőrfőkapitányság, a BV intézetek, büntetés végrehajtási intézetek, illetve a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság részéről. Mindhárom beszámolónál, tájékoztatónál a közgyűlés alapvetően elégedettségét fogalmazta meg. Megköszöntük a érintett szervezetek munkáját, az ebben szolgálatot teljesítő rendőrök, katasztrófavédők, tűzoltók, BV munkatársaknak az áldozatkész tevékenységét. Különösképpen az első két szervezet már, mint a rendőrség és a katasztrófavédelem, ugye 21-ről szólt a beszámoló, de 22-ről is nyilván szót kellett ejtenünk a menekült helyzet kezelésében nyújtott helytállást és a szinte naprakész segítségnyújtást. Ez további terhelést és további áldozatkész hozzáállást igényel az érintett szervezetek munkatársaitól. Ebben is számíthatunk az ő helytállásukra, erről biztosítottak bennünket parancsnok urak. Ha jól emlékszem, talán egyhangulag fogadt el mind a három beszámolót a megyei közgyűlés. A testület következő ülését a megyenap alkalmából tartja május 20-án 16 órától Pócs Petriben. Az ünnepi ülést a Kölcsey Televízió élőben közvetíti. Múlt hétfőn kezdődtek, és lényegében pénteken véget értek az idei írásbeli érettségi vizsgák. Magyarból, matematikából, történelemből, angol és német nyelvből adtak számot tudásukról a diákok. Milyen volt az idei vizsga? Iszák Tiborral, a Nemzeti Pedagógus Kar elnök helyettesével Iván Aurél beszélgetett. Jó estét kívánok, vendégünk tehát Iszák Tibor, a Nemzeti Pedagógus Kar elnök helyettese. Jó estét kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó estét kívánok, szeretettel köszöntöm a televízió nézőit. Az írásbeli érettségi úgy nagyjából véget ért, a lényegi része legalábbis a múlt héten véget ért, hétfőn kezdődött, és pénteken a német nyelvvel mondjuk körülbelül nyilván vannak még vizsgák, de ami a legtöbb diákot érintette, az a múlt héten lezajlott. Milyen volt a felkészülés? Itt most gondolok arra, hogy az elmúlt 2 évben sokat befolyásolta ugye a vizsgákat a pandémia, most ebben az évben már olyan nagy korlátozásra nem volt szükség. Hogyan tudtak felkészülni az intézmények erre? Ha azt mondom egy mondattal, hogy nagyon korrekt volt jelen helyzetben az írásbeli érettségi, akkor röviden ennyit lehetne leszögezni. Azonban, ha egy kicsit mélyebben belemegyünk a dologba, akkor azt is el kell, hogy mondjuk, hogy talán ennek a diák csapatnak volt a legnehezebb az érettségi mégis, ugyanis ők 2 évig nem normál körülmények között tanultak. És nehéz felkészülni egy megmérettetésre úgy, hogy nincsenek meg minden esetben, minden szituációban ugyanazok a támogató lehetőségek. Az online oktatás, illetve a vegyes oktatási módok próbáltak
maximálisan pozitív irányba hatni ezeknek a diákoknak a felkészülésére. Azonban én úgy gondolom, hogy a magyar oktatási rendszer, a magyar köznevelés még kis cipőbe jár az online oktatás, a távoktatás területén. Talán több, mint van azért is, mert mi magyarok nagyon közvetlen és közvetve tudjuk egymásnak átadni az ismereteket. Úgy vagyunk kalibrálva, hogyha szemtől szembe akár egy testi kontaktust és egy kézfogást, egy válveregetést tudunk átadni, és ez így nehezebb volt. A diákok viszont azt gondolom jó vizsgáztak. Megtettek mindent annak érdekében, hogy a szinteket elérjék. A elmúlt két évben volt, amikor nem is volt írásbeli, vagy csak nagyon szétszólva ülhettek a gyermekek, a diákok a tantermekben, most ez nem volt. Volt olyan intézkedés, amelyet még most be kellett tartani, vagy már úgy vizsgázhattak írásban 2022-ben, mint hogyha 2019-ben vagy 2018-ban normál körülmények között vizsgáztak. Nagyon jó tanulási időszak volt ez az online oktatás zárásaként csak az írásbeli. Az önálló tanulást hozta előtérbe, és több mint valószínű, hogy emiatt ezek a diákok, akik most érettségiztek az írásbelire, a tanárai különböző felkészítésén azért mégis sikeresebben tudtak felkészülni a vártnál. Ő nem csak a pedagógus karnak az elnök helyettese, hanem gyakorló gimnázium igazgató. Mit mondanak a kollégák, hogy mit tapasztalt, milyen volt a nehézsége ezeknek a feladatoknak, a feladatsoroknak? Volt-e nehezebb, könnyebb? Több kollégával is konzultáltam, igazgató kollégákkal is, és összességben véve tényleg korrektnek mondható volt az egész. Talán a legnehezebb volt, amit mondanak, a matematika első része. De ha matematikával kezdem, akkor a második résznél vizsgálódunk, akkor ott azt is el lehet mondani, hogy a későbbi hagyományoknak megfelelően, akik megnézegették a feladatokat és felkészültek, azokból készültek, azoknak nem volt nagy meglepetés. Szerintem a diákok nagyon nagy százaléka jóvert ezt az akadályt, nagyon nagy százaléka. Magyarból a szövegértés szintén a diákokhoz kapcsolódott, és azt gondolom, hogy a műelemzésnél Szabó Magda novellája is egy jó választás volt. Az, hogy ezek a feladatok egymásra épülése, nehézségi tartalma milyen volt, az szerintem majd leginkább a pontozásnál és az eredményhirdetésnél fog konkretizálódni. Beszélgettünk arról, hogy az elmúlt két évben ugye online módon, vagy így néha úgy tudtak tanulni ezek a diákok, akik most érettségiztek. Ebből arra is lehet esetleg következtetni, hogy nekik az írásbeli valamivel könnyebb volt, mint majd a szóbeli lesz, ahol valóban szóban is elő kell adni azt, amit tudnak. Lehet, hogy írásban nekik könnyebb volt most, hiszen végül is inkább írásban adtak számot tudásokról. Igen, az elmúlt két évben. Az előbb pont ezt próbáltam előrevetíteni, hogy tehát az önálló tanulás esetében, mikor nem volt meg a face-to-face kommunikáció a pedagógussal, és annak a lehetősége csak nagyon korlátos közé szorítva, nagyon sok pedagógus ugye ért az írásbeli számonkéréssel, és több mint valószínű, hogy hozza ennek az eredményét majd az írásbeli. Bízunk abban, hogy a szóbelinél pedig jönnek azok a kompetenciáik elő, majd a diákoknak, amikor a kommunikációs gyakorlatok révén magának a tantárgy specifikációjával egybe tudjuk húzni, és szintén megfelelnek majd az elvárásoknak. Ugye lehetett emelt és középszinten is vizsgázni. Milyen jellemző, a diákok inkább emeltet választanak, inkább középszintet, vagy nyilván attól függ, hogy hova szeretnél tovább tanulni? Igen, mindig azt fogja meghatározni ez a kétszintű érettség, ez egy ilyen viszonylatában egy nagyon jó iránymutatás is, mert azok a diákok, akik tantárgyakból valamilyen tantárgyban emelt szintet szeretnének csinálni, az egyértelműsíti azt, hogy valamilyen felsőoktatási egyetemre készülnek tovább, és annak megfelelően mi már az idő visszalépésével különböző fakultációkkal ezt erősítjük nekik. A középszintű érettségig pedig szintén egy másik életpályának a belépési lehetőségei, és azt gondolom, hogy nem a szint fogja meghatározni majd az eredményt, hanem maga a diák és az ember,
aki el fog jutni a megfelelő céljához. Én iskola igazgatóként azt szoktam meghatározni, hogy mi a fő feladatunk az érettséginél. Nem az érettségének a jegyeredménye, hanem az, hogy juttassuk el a diákot oda arra az életpályára, ahhoz a célhoz, ahova ő szeretne elmenni. Mennyivel másabb egy emelt és egy középszintű vizsga? Tehát többet kell tudni az emelthez, vagy más kompetenciák szükségesek? Nehéz szerintem ezt meghatározni, mert van, amikor egy emelt szintű érettséginél a feladatok, ha lehet így nevezni, akkor könnyebbek, mint egy középszintűnél. Ezt a feladatírók szabályozzák annak megfelelően, ahogy nekik is megvannak az előírásaik, és így a diákok is nagyon sok esetben ugye a választási lehetőségnél úgy rájönnek, hogy fú, lehet, hogy jobb lett volna másikat választani. Ha már szóba került az, hogy mi a célja az érettségének, ugye ez a kétszintű érettségi, meg az, hogy ugye egyben ez a felvételi is, ez nem egyszerű a diákok számára, hiszen egy-két napra kell magukat úgy trenírozni, hogy tényleg azon a napon legyenek jók. Ez egy külön feladat lehet a pedagógusok számára, hogy ezt a képességet is valahogy elültessék a diákokban, mert valljuk meg, valóban mindenkinek lehet rossz napja, lehet, hogy éppen olyan napot leesik a vizsga, amikor valakinek valami problémája van. Igen, ez egy régi probléma, és én nagyon sokat szoktam ezzel foglalkozni, hogy vajon jó ez így. Feltetjük ezt a kérdést. Mondom azt, hogy most ez van, ezt kell megoldani, és mivel én gyakorlati ember vagyok, azt szoktam mondani, hogy minden problémának van megoldása. Tehát ha ezt problémaként vetjük fel, akkor ennek is megoldása az, hogy a pedagógusaink tényleg úgy készítsék, és úgy támogassák a diákokat, hogy mint az olimpikonok, arra az időpontra, pont arra a napnak, arra a percére tudják kiadni magukból a legjobbat. És sajnos ott is vannak másodikok, harmadikok, negyedikek, és ezt meg kell tanulni a diákoknak, tehát ez az élet. Magyarországon ilyen rendszer van, ebbe az élethelyzetbe kell nekik a legeslegjobbat nyújtani, hogyha el akarják érni a céljaikat. Ugye ön felsőoktatásban is oktat, tanít. Mi a tapasztalata a mai középiskolások? Mennyire vannak minden megfelelő képességnek birtokában ahhoz, hogy felsőoktatásban is tanuljanak? Mert emlékeim szerint, amikor én kezdtem az egyetemet, akkor egy fél év azzal telt el, hogy gyakorlatilag hozzászoktunk ahhoz a mennyiséghez, amit a felsőoktatásban meg kell tanulni. Tehát szóval nem voltunk megfelelően előkészítve, ez amikor volt a 90-es évek eleje. Ma mi a helyzet ilyen tekintetben? Nehéz. És mire elég egy érettségi? Nehéz erre Isten igazából pontosan válaszolni. Én azt gondolom, hogy itt az átmenetekkel van a legnagyobb probléma nálunk. Lehet, hogy sok esetben nem figyelünk kellőképpen arra a területre, ahol vagy ahova fognak érkezni a diákjaink. Én úgy fogom fel ezt, mint egy üzlet, és én arra tanítom a diákjaimat, illetve a kollégáimat is arra kérem, hogy az életpályára próbálják készíteni őket. Méghozzá úgy, hogy az én gimnáziumi tanáraim kimennek az általános iskolákba, és megnézik, hogy kik tanulnak ott, és hogy mit. Ha ezt egy kicsit jobban tudnánk csinálni az egyetemi szintnél, és az egyetemről is eljönnének kollégák, és megnéznék, hogy mi milyen szinten tudjuk a diákokat prezentálni, akkor talán nem lenne ekkora szakadék sok esetben, és nem lennének törések. De jelenlegi felsőoktatási változások, ami például a pedagógus pályát is jelenti, vagy érinti, úgy látom, hogy jó irányba kezdenek elmozdulni, és nem lesz egyből nagy szakadék. Nem fognak nagy terheket rátenni a hallgatókra, mert aki diákként érettségizik, és egyik pillanatról másikra hallgatóvá válik, benne van a nevében is. Ugye a diák azért az elevenebb szituáció, ott van a kérdez, felelek, több lehetőség. A hallgatóság az egyetemen az nagy részt hallgat. És nagyon sokszor kevés az a kommunikációs gyakorlat, ami kellene ahhoz, hogy igazán jó szakemberek legyenek. És azok a disziplinák, amelyeket a hallgatóság következtében kapnak, azt lehetne egy kicsit súlyozni, és most erre van törekvés, és
ezeket a súlyokat, ha megtalálnánk, hogy minél több gyakorlati, kommunikációs helyszíni telepen kint tanulhassanak, akkor talán néhány év múlva nagyon jó szakemberek fognak kijönni, úgymond az egyetemekről is, és nem majd az életbe kell nekik majd újra tanulni a szakmát. Még egy kérdés a végére, ugye az érettségi az vagy egy folyamatnak a vége, de hogyha valaki még nagyon az elején, mondjuk most hetedikes, vagy a szülő, akinek hetedikes gyermeke van, mit ajánl így innen nézve, ki az, akinek inkább a gimnázium, és érettség is aztán tovább tanulás, és ki az, aki inkább technikumba menjen, mert lehet, hogy a képességei alapra desztinálják, hogy inkább a gyakorlati életben találja meg a jövőjét majd 18 éves kora után. Gimnázium igazgatóként nehéz, nem az iskolámra koncentrálni, de én azt szoktam mondani, hogy nem hetedikbe kell eldönteni, meg nyolcadikba. Uh-huh. Nekünk van egy általános iskolai láb a gimnáziumhoz, két éve indítottuk el, és én a kollégáimat arra kértem, hogy már első osztályba kezdjük az életpályaépítést, ugyanis ha elérkezik a diák 5., 6., vagy 7., 8. osztályhoz, és megvannak a kellő kompetenciái, megvannak azok a kommunikációs gyakorlatai, akkor sokkal könnyebben fog tudni irányultságot választani. Szakmát még biztos nem fog tudni akkor sem, mert annyira gyors a mai szakmák változása, hogy nem tudjuk, hogy mi lesz a következő 2-3 évben az a szakma, ami be fog jönni, és én azt gondolom, hogy nekünk az a feladatunk, hogy tényleg olyan kompetenciákkal vértezzük fel a diákjainkat, akik képesek lesznek a tanulásra, képesek lesznek a változtatásra, a változásra, és ezeket rugalmasan tudják kezelni, hogy ne legyen nekik törés majd egyik helyről a másikra lépni, és természetesen megfelelő információkkal ellátni őket, hogy a tudást is magukévá tudják tenni. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, és reméljük, hogy jól fog zárulni az idei érettségi is. Köszönöm, hogy itt volt. Bízom benne, és köszönöm szépen a meghívást. Jó éjszakát kívánok. Kedves nézőink, eddig tartott ma a 35 perc. Legközelebb szerdán várjuk Önöket, amikor többek között Varga Béla, a Katasztrófavédelem megyei igazgatója lesz vendégünk. Számítunk figyelmükre akkor is. Viszontlátásra!